Pázmány személye és munkássága az különösen fontos számomra, mert vagy 40 éve ezzel foglalkozom. Tehát én úgy érzem, hogy jó helyen vagyok, hogy a Pázmány Egyetemen Pázmánnyal foglalkozom. Hát a magyarról először a könyv jut eszembe. Könyv, könyv, még több könyv. De persze ennél sokkal több van benne. De mégis a hosszú olvasmánylisták, ami először ijesztő, aztán meg siker, hogyha az ember a végére ér, vagy a vizsgák után kap egy jó jegyet, és tényleg ami hihetetlen volt, hogy ő azt elolvasta. Végül a nyílt nap volt, ami meghatározó volt számomra. Beülhettem órára, úgy éreztem, hogy otthon vagyok, vagy hogy rátaláltam valamire, ami az enyém. Szerencsém volt, mert Jelencs István volt az osztályfőnököm és a magyar tanárom 4 évig, és teljes beleéléssel szavalta az osztály előtt, hogy mint vízi óriás bán gázol az vérben. És hát ugye ez az az időszak, amikor úgy döntöttem, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, de fogalmam sem volt, hogy ez hova vezet ez az út, és hogy milyen keretek között lehet megvalósítani. Azért szeretek a Pázmányon tanulni, mert nagyon sok lehetőség van arra, hogyha engem érdekel valami, és oda teszem magam, akkor az tényleg ki tudjon teljesülni. Ilyen volt például a Pilinszky irodalmi műhely, amit hallgatókkal indítottunk el, és rögtön mögénk álltak tanárok. Magyar szakon belül tudjuk nyújtani a teljes magyar irodalomtörténeti előadásokat és szemináriumokat, a világirodalmi előadásokat, és természetesen az irodalom elmélet is benne van az oktatási rendszerünkben, ami műelemzést jelent és elméleti kérdéseket. A magyar szak egy olyan általános képzést nyújt a történelmi irodalom és a műveledés történet alapján, amellyel gyakorlatilag a magyarországi kulturális intézményrendszer bármelyik pontján el tud helyezkedni. Amit én szeretnék csinálni, az kreatív irodalmi órák kidolgozása, tudományosabb oldalról megközelítve, de mégis olyan formában, hogy bevihető legyen középiskolásoknak, más, mint amit a hagyományos órákon megszoknak. Az alapképzéssel, a mesterképzéssel, az osztatlan képzéssel foglalkozunk, és van doktoriskolánk is, az irodalomtudomány és nyelvtudományi doktoriskola is. Viszonylag kevés hallgatóval dolgozunk, és mindegyiknek a munkásságát nyomon tudjuk követni. Ha valamilyen tehetséget, indítatást érzünk a hallgatóban, akkor igyekszünk neki olyan témát adni, amit önállóan is fel tud dolgozni. És ennek az eredménye jól látszanak az országos tudományos diákköri konferenciákon. Gyere te is a Pázmány magyar szakára!